Ahogy megérkezik a tavasz, úgy indulnak be az építkezések is, mondta Kovács Tüzép konferenciáján a cég tulajdonosa. Kovács László kiemelte, az ingatlanpiac további élénkülését várja a szakma. Vannak biztató jelek, vannak olyan számaink, amik azért Nyíregyházán is azt mutatják, hogy az a lemaradás, ami tavaly azért érzékelhető volt, mondjuk egy Dunántúlhoz képest, azért az javulni fog. Tehát több építési engedély, több építkezni vágyó jelenik meg. Hát nyilván még azért a télnyomai itt vannak körülöttünk. Én abban bízom, hogyha itt az idő is, általános közgazdasági környezet úgy alakul, hogy az emberek megint neki mernek vágni ennek a nagy feladatnak, hogy házat építsenek, vállalkozást bővítsenek, tehát egyáltalán az építőiparral közük legyen, akkor ez egy jó év lesz. A gazdasági válság néhány évvel ezelőtt az ingatlanpiacot, az építkezéseket is érintette, mondta a konferencián Varga Dénes közgazdász. A szakember szerint évente 40 ezer lakást kellene építeni, szerinte ez hozná meg a tényleges ingatlanpiaci egyensúlyt hazánkban. A lakásépítési engedélyek száma az már megközelíti ezt a szintet, hiszen már az 30 ezer fölött volt. Tudni kell azonban, hogy amikor beindul a konjunktúra, akkor nagyon sokan engedélyeztetnek projekteket, hogy le ne maradjanak, és ezeknek egy jelentős részéből sohasem lesz lakás. A 2000-ben kezdődő élénkítésben körülbelül 130 ezer olyan engedélyt adtak ki, amiből a végén nem lett lakás. Most is ezt várjuk, hogy a lakásépítési engedélyek és a ténylegesen elkészült lakások száma között nagyon jelentős eltérés lesz. A rendezvényen több olyan cég képviselője is jelen volt, aki tetőszerkezetek építésével, cserepekkel, tetőtéri ablakokkal, vagy éppen tetőszigeteléssel foglalkozik. A szakemberek szerint azért fontos a szigetelés, mert anélkül jelentős energia távozhat az épületekből. Minél vastagabb, annál jobb. Nyilván a tetőszerkezet limitált kereteket ad. 15 plusz 5, ezt mindenki már a szakmában ismeri. Mi a szálas hőszigetelő anyagokat preferáljuk. Tűzbiztos, jó hőszigetelő képességgel rendelkezik. A ház élettartamára biztosítja a megfelelő hővédelmet. A konferencián a megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára is szólt. Nagy név Varga Katalin kiemelte, a tetőszerkezet mesterei az ácsok fontos szakemberek, ám az utánpótlás ebben az ágban is kérdéses. Az ács évről évre hiány szakma térségünkben, ezért a kamara is kiemelt figyelmet fordít a szakma népszerűsítésére.